Okupljaju se šokci obučeni u narodne nošnje. Pripremaju se prikazati običaj nekadašnjeg pranja na Dunavu. Povorka s glazbom i ovaj put je ponekad zastala kod neke kuće gdje su ukućani pićem nudili sudionike pranja. Kod šokačke skele započelo je pranje. Običaj je obnovila šokačka čitaonica Mohača. 15 éve ezelőtt oroszné Kővári Ági néni felvetette, hogy ez lassan el fog laposodni, akkor ő még lejárt szőnyeget mosni ide a Dunára, és hogy nem próbálnánk ezt felkarolni, és bemutatni újra a jövő generációi számára. És gondolkodott az akkori vezetőség a Sokac körbe, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és hogy valamit próbáljunk megalkotni. És első alkalommal akkor összeálltunk egy páran is, és azt mondtuk, hogy próbáljuk meg, vonuljunk fel az olvasókörtől, szedjük össze a padláson levő mosópadokat, mosófákat, mosószappant, hiszen a Sokac padlásokon még a mai napig található ilyen zsák van eldugva. És megcsináltuk az első rendezvényt, ami egy picikét talán azt mondom, hogy olyan szinten toporgott, hogy akkor még utána nem nagyon tudtunk kulturális programot ráhúzni, de elindult valami ezen az úton, ami éppen most itt mögöttem hallatszik. És évről évre én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok munkával, sok törődéssel eljutottunk erre a szintre. Gyártottunk természetesen, gyártottunk mosópadokat, mosófákat a régiek alapján, mert hiszen nem volt már annyi a padlásokon, mint amennyire igény volt. És hála Istennek, hogy a fiatalokat is be tudtuk húzni ebbe a bemutató mosásba, és beállnak a sorba, és tanulják, és csinálják, és bízok benne, hogy tovább is fogják örökíteni az unokáim számára, mondjuk így. Látható volt lent, hogy bemutattuk ezt a hagyományt. Voltak már köztünk fiatalok, lányok, akik már próbálják és próbálják megtanulni és csinálni, űzni ezt a régi mosást, ami régen látható, hogy nagyon kemény munka volt. Azt kell tudni, hogy kétszer mostak nagyot az akkori asszonyok a Dunán, egyet tavasszal, egyet ősszel az őszi betakarítás után. Nem így volt, ahogy most mi is sorták le a férfiak, nekik a padot meg a most, tehát saját maguk jöttek és ezt elvégezték, ezt a kemény munkát. Ez most már csak egy fesztivál része, ahogy itt a bevezetőben is elmondtam, de én úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a kulturális program, és ez a gasztronómia, ami a sátornak a másik oldalán található, töltött káposztafőzés és szabad tüzönfőtételek fesztiválját mondom én. Bízom benne, hogy egyre többen fognak majd csatlakozni ez a rendezvényhez, szokáshoz. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ilyen piciket látok már a színpadon népviseletbe, Sokac népviseletbe. Itt van a jövő generációja, akire számíthatunk is, és talán azért érdemes dolgozni ott az olvasókörben, és megtölteni azokat a falakat, mert néha meg tudjuk mutatni, hogy milyen munka van mögötte. Azt kell tudni, hogy ez az olvasókör 1905-ben alakult, mint Mohácsi Sokacok magyar olvasóköre. Őseink építették azt a székházat, amiben most székelünk és ahol dolgozunk. Nyilván felújítottuk már teljesen, de 1947-ben az akkori rendszer úgy döntött, hogy államosítja az olvasóköröknek a tulajdonát. Elvették őseinktől. A helyi termelőszövetkezetnek a tulajdona lett, amit 1992-ben visszavásárolt az akkor újjáalakult Mohácsi Sokacok olvasóköre, és akkor tűztük ki célul azt, hogy a régi táncokat, hagyományokat, tradíciókat fel fogjuk eleveníteni, és tovább fogjuk örökíteni az utódaink számára. Itt talán a legrégebbi az az idén debütáló 30. babfőző fesztivál, ami talán a legősibb, és utána jöttek a táncsoportok,
2007-ben alakult a Hagyományőrző Táncegyüttes, és most pedig már gyermek-ifjúsági tánccsoport működik, hallható volt több mint 60 gyerekkel, két tamburazenekar. Hát én azt hiszem, hogy megvan töltve az olvasókör, négy fala, és érdemes azért dolgozni, hogy halljuk ezt a muzsikát is, hogy az ide látogató közönség is élvezze. Nem, hála Istennek tovább tudtam már én örökíteni ezt a dolgot, és lányom is, Fanni, ugyanígy elsajátította ezt, akár tánc, akár hagyományőrzés terén is. Damir fiam az zenész lett, hála Istennek mind a ketten elvégezték a Horváth gimnáziumot, érettségiztek ebből a nyelvből, tehát hála Istennek beszélik is ezt a nyelvet. Én úgy gondolom, hogy a családba tovább tudtam örökíteni, és nem kell kihagynom feleségemet, Ivettet is, aki ugyanúgy még a mai nap is öltözik, és mutatja azt, hogy kell ezt csinálni, és űzi ezt a szokást, és bízom benne, hogy még sokáig is tovább fogja örökíteni az unokái számára is. Tijekom programa održane prve nedelje srpnja težak višestojetni ženski rad su oživjeli na obali rijeke, naravno tradicionalnim priborima. Tijekom pranja na Dunavu mladi i stariji podjednako su se latili posla nakon močenja iscijeđeno rublje na sapunale su udarale te na klupčici praćakom istiskale prljavu vodu iz rublja dok nije tekla čista voda iz oprane odjeće. Hát a mai napon ugye a dunai mosás, egy nyári mosást csinálunk, igazándiban az inkább tavasszal szokott lenni, de hát mi ugye megtartjuk az nyáron, mert sokkal kényelmesebb most ilyenkor a Dunán mosni, mint tavasszal vagy ősszel, mert két mosást csináltak. Az első az a télit, ami ugye téli ruhát használták, a második meg viszont az őszi mosás, sokszor még úgy kellett tüzet is rakni, hogy megmelegítsék a vizet, mert be volt fagyva a Duna, de most hála Istennek mostanában már nincs, és hát itt vannak az asszonykáink, a hagyományőrző, és hát mindig próbáljunk egy-két gyereket kinevelni, hogy ők is megtanulják azt a szokást, amit valamikor a mi őseink minden évben kétszer megcsinálták. Hát legelőször is úgy szokták otthon, hogy belúgozták. Tehát hamuval berakták a lúgzóba, azt hagyták egy kicsit állni, az egy kicsit megfelhérítette, és akkor a férfiak vagy az asszonyok lehozták, de általában rászedték azért a férfiakat, hogy hozzák le, és amíg az asszonyok mosták, itt három kocsma volt a Dunapart mellett, addig a férfiak ugye áztatták a hasukat, és így történt az egész. Mi úgy mondjuk, én nem is tudom, hogy magyarul minek mondják, hát prátyák, mángolófa, vagy milyen, beszapanozzák, tehát benedvesítik a ruhát, itt lehet is látni, benedvesítik a ruhát, beszapanozzák, és akkor rétegesen fölhajtják, és mindig, ahogy egy réteget rávisznek, azt mindig akkor mángolófával, prátyákkal ütik, hogy a piszok az menjen ki. Miután ez megvan, akkor berakják a vízbe, kimossák, és hát természetesen utána nekiállnak és kicsavarják az egészet, és ezt itt a part mellett a gyönyörű fűre mindig ki volt rakva a ruha, és nagyjából megszáradt, és úgy vitték haza. Itt általában a sokacoki, mert a német, jártak ide németek is, meg magyarok is mosni, mert tudjuk azt, hogy a mohácsi víz az nagyon vasas. Tehát nem lehetett benne mosni, főleg a fehéret, mert befogta. És az emberek ugye, amivel lejártak a Dunára, és dunai vizet ittak is, mert hazavitték is, simán ittak, tehát ezért a ruhát is itt mostak. És a sokacok, amivel itt jelen pillanatban is, ahogy vagyunk, úgy is hívják, hogy sokac rév, tehát őnekik külön volt egy kompjuk, ami ment át a szigetbe, és a sokac révnek ez volt a lényege, és itt az asszonykák jöttek is itt mostak. Németek, azok már gazdagabbak voltak, őnekik már ilyen lajtos kocsi, a kocsira volt, mit tudom, egy 1000 literes,
1500 literes hordó, itt megtöltötték, és úgy vitték a Kossuth Lajos utcába, és úgy árusították a vizet. Tehát a sokaknak ennél könnyebben, inkább azt mondták, hogy lejönnek. Hát még lesz természetesen a Mohácsi Babfőző Fesztivál, ami valamikor verseny volt, most már fesztivál, meg hát lesz néptánc fesztivál, tehát Mohácson én azt tudom mondani, nincs olyan hétvége, amikor nincs valamilyen program. A magyaroknak lesz jövő héten aratónap, tehát tényleg, ami nagyon jó, és én mindig is mondom, jó ebbe a városba élni. Mi a magyarok itt is úgy mondjuk, hogy öt nemzetiség él, magyarok, cigányok, svábok, szerbek, horvátok, sokacok, és mindegyiknek megvan a maga kis programja, amibe és amihez mindenki csatlakozik. Tehát itt nálunk nincs az, hogy most sokasz vagy sváb vagy, egymás programja megyünk látogatni, egymás programja meghívva, és akkor még mindig megvannak a városnak a központi programja. Tehát én azt mondom, a nyárra, tavaszra elindul itt Mohácson az élet, és összefejeződik be. A mosás után természetesen mindig egy kis kulturális vagy kultúrprogramot is kell biztosítani az embereknek, mert igazán ez egy fél órán keresztül nézünk, tehát nem egy tovább. Van kultúrprogram, ahol máma a Mohácsi Sokackör gyerektáncsoportja fog táncolni, a nagyon picikék, a nagyobocskák, és a Zora tánc együttet is látom itten, tehát lesz vidámság lesz. A zenekarok fellépnek, és hát a vidámság, ami itt lehet is látni, meg hallani is. Tehát a szülők ugye próbálják a gyerekeket minél jobban biztatni, hogy ezt a fesztivált, vagy ezt a jó programot, ezt próbálják is, a hagyományt próbálják magukivá szívni. Prikazajući tradíciu, žene su se obukle u jednostavne ljetne mohačke šokačke nošnje. Národná nošňa je veľké blago medzi mohačským šokat. Kizárólag mohács sokac viseleteket készítek. 16 éves korom óta csinálom a viseleteket, most 21 éves vagyok. Hát mikor 16 éves voltam, akkor mivel jó kézügyességgel rendelkeztem, ezért felkértek, hogy készítsek egy előkét, úgyhogy még korábban semmi hasonlót nem készítettem. És miután ez elkészült, nagyon megtetszett ez az egész, és utána kitaláltam, hogy elkészítem magamnak azt a blúzt, amiről mindig is álmodtam, ez egy ilyen rózsaszín, hímzéses, teliflitteres, nalopánác elnevezésű mohácsi sokasz blúz, és akkor miután ez elkészült, utána az emberek fölfigyeltek, és jöttek a megrendelések, és azóta készítek viseleteket, de restaurálni is szoktam régi viseleteket, népviseletes babákat, mert én mindig azt mondom, hogy minden régi tárgynak és ruhának jár egy második esély, akkor is, hogy akármilyen állapotban, például ez az a szoknya, ezt el akarták tüzelni, ezt úgy vettem meg, itt látszik, hogy végig van betegszelve az egész, mert ezt úgy valaki el akarta már tüzelni, körülbelül 100 éves lehet ez a szoknya, ez gyapjúból készül, és azért ilyen kényes, mert hát ugye gyapjú és a moly kirágja, úgyhogy most nagyon nagy bezsbe van, és vigyázok rá. Hát rengeteg viseletet láttam, és nagyon sokat kutatok ezek a dolgok iránt, és igazából így ezt a blúzt a mai mosásra készítettem, például ez most van rajtam először. Kötényeket szoktam, blúzokat, kapicákat, népviseletes babákat szoktam csinálni, nem a viseletnek a teljes részét, hanem csak az, ami nekem kézre áll, meg amire azt mondom, hogy ki tudom a kreativitásomat terjeszteni. Prikazajući tradíciu, žene su se obukle u jednostavne ljetne mohačke šokačke nošnje. Narodna nošnja je veliko blago među mohačkim šokcima. Stoga je također veliko blago kada se mala djevojka počne baviti izradom nošnji.
A mai napra, mint minden évben, hagyományszerűen töltött káposztát szármát készítünk, amit előző nap a Sokac asszonyok közös erővel összekészítenek be, tesszük őket az edényekbe, és akkor a mai nap már mi időbe kijöttünk, ma azért se vagyok népviseletben, mert a férjemmel vállaltuk a főzést, és akkor amire lemegy a kultúrműsor, addigra elkészítjük a töltött káposztát. Ezt tavaly próbáltuk ki először, mert láttuk egy horvát videóba, hogy Pekába is készítenek töltött káposztát, és abba is egy sorba betesszük a gombócokat, egy kis káposztát közé, egy kis füstöltet, és isteni lett tavaly is, és akkor így ezt a szokás megtartva, akkor már idén is használatba vettük a Pekát. Hát ugye babfőző fesztiválon a Köcsögös babot, illetve karácsonyi este a Sokac körbe szokott lenni papula, a tört bab, mákos guba, azt régen a Sokacok is készített. Nákon pránya slédi kultúrna mješavina s kultúrnym programom, na koji je pristiglo i ove godine puno skupina. Usput se odvija i festival jela kuhana na slobodnom zraku, jer je čitaonica odlučila da će spajati kulturu s gastronomijom kako bi i to privukao zainteresirane publiku na manifestaciju. Ove godine prvi put su isprobali skuhati sarmu ispod peke. Hát már 35 évvel ezelőtt alapult, nagyon sok nemzetiség táncait képviseli, és egy nagyon fiatalos közösség. Drávomenti táncos, egy olyan viselet is van rajta. Sokat, szerb, makedón, bolgár, magyar, sváb, úgyhogy tényleg mindent is. Dunai mosás részevői minden évben vagyunk általában, meg a Néptáncfesztivált Mohácson. Általában minden évben megyünk turnézni is, az külföldön minden évben máshol, meg igazából változó, mindig máshova hívnak meg minket. Úgyhogy nagyon ritka az, hogyha ugyanoda megyünk itt többször. Pored finih jela mogli smo vidjeti i plesače u raznim nošnjama.